amikor végem. Az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgyak, az elhagyott színpadon, fölborult székek, és konokomány. Papírlapok, egy tépet plakát a lábunk alatt. Ki mondja meg dalaiból, mennyi marad? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon. Fáradt vagyok, s nehéz a szívem, vigasztalj meg. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen a gyászmisén. Külön köszönteném dr. Székely János megyés püspök urat, Balasi István esperes plébános urat, Majtényi László megyei közgyűlés elnökét, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, dr. Szijjártó Valériát címzetes följegyzőt, és természetesen mindenkit, aki eljött és megtisztel bennünket ezen a napon. Jó napot kívánok, kedves barátaink, dicsértessék a Jézus Krisztus, excellenciás püspökatya, főtisztelendő esperes úr. Nem álltunk még így soha a sitkei kápolnadomban. Sokan vannak itt, akik az elmúlt 34 évben álltak már itt, fesztiváloztak itt. Amikor Fecó bekerült a kórházba, akkor még nem sejthettük, hogy néhány hét múlva itt szeretett kápolnája tövében, a rockfesztivál színpadán azért fogunk összejönni, hogy a most kezdődött óbudai temetésével egy időben méltóan búcsút vegyünk tőle. Az a közel 35 év, amit Fecó a sitkei kápolnáért, sitkéért, Kemenes aljáért és Vasmegyéért tett, az több, mint az ő életének a fele. Az életének a második, az aktívabb, az érettebb fele. És mi rajongói, tisztelői, barátai, akik ma itt összegyűltünk, tudjuk jól, hogy ő mit érzett. A 2000-es évek elején volt alkalmam egy szűkebb körű kitüntetési, megyei kitüntetési ünnepség alkalmával hallgatni a zenéjét a szombathelyi képtárban, nem ilyen koncert és fesztivál körülmények között,
hanem egy nagyon szép Olaszországba készült zongorán, és öröm volt látni, érezni, érzékelni azt, hogy ez a kivételes, tehetségű ember milyen hangulatot tud varázsolni különböző vérmérsékletű emberek lelkébe. Halála utáni hétvégét sok másokhoz hasonlóan azzal töltöttem, hogy hallgattam a dalait, olvasgattam a dalszövegeit, és tudjuk jól, hogy néhány dal kivételével az összes szövegét Horváth Attila írta. Cseh Tamás utolsó albumán, amikor már tudta, hogy távozni fog a földi világból, megírta a Jobbik Énem című dalát. Valaki belőlem útra kél, talán a Jobbik Énem. És így volt ezzel a Horváth Attila, Balázs Fecó alkotópáros is. És itt vagyunk annak a kápolnának a tövében, ahol boldog házasságát kötötte Imolával, és az a barátja, aki szintén az egyik alapítója és szervezője a Sitkei Rock Fesztiválnak, egyébként esküvői tanuljuk volt itt a kápolnában, Kovács Feri barátunk ezekben a percekben Budapesten mondja a búcsúztató beszédet Fecó temetésén. Végezetül két rövid Horváth Attila által írt szöveg, dalszöveg idézettel szeretnék búcsúzni Fecótól. Időrendi sorrendbe a Vissza az útra című számba írta. Lobognak a lángok, a felszín alatt mélyen, vírusok élnek és dolgoznak a mélyben. 1991. És 12 évvel később a feltámadás reményében írta, ez itt már nem értelmezhető, ez itt most már nem felfogható. Ha megtörténhet ilyen itt, többi semmi sem segít. Búcsúzunk tőled, Fecó, kedvenc és kedves kápolnád tövében. Köszönjük szépen, hogy voltál nekünk. Nyugodjál békében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És ha te lelkeddel. A Szentmisét a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Balázs Ferencért, Balázs Fecóért ajánljuk föl.
Hálát adunk az ő életért. Hálát adunk az Isten adta hatalmas, gyönyörű tehetségért. A szívből fakadó dalaiért, amelyekkel annyi ember szívét megérintette, alakította. Ezen a helyen, amely számára annyira kedves volt. Az egyik dalában így énekelt, egy felhőn ülünk, fenn a város fölött. És aztán így fejezte be, indulhatunk. Rád bízom merre. Ne ez a bolygó legyen. És másút így énekelt, egy angyal szólt, és gyöngéden karjába zárt. A végtelen, ha véget ér, ha az ég a földdel összeér, készüljek el, mert eljön, s nem enged el. A halál titokzatos kapu. Ha az angyal szólít, a felhőkön át hazaérkezünk a mennyei atya karjaiba. Ezért a hazaérkezésért imádkozunk most Balázs Ferenc testvérünk számára. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, te mindenkor irgalmas és könyörületes vagy. Könyörülj gyermekeden, Ferencen, akit most elszólítottál ebből a világból. Mivel benned hitt és remélt, bocsásd be az örök hazába, s tedd őt el nem múló örömöd részesévé. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a jelenések könyvéből. Én, János, látomásomban új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az Új Jeruzsálem, alászáll az égből, az Istentől, szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme, újjáalkotok mindent. Aztán így folytatta. Én vagyok az alfa, és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának vizéből.
aki győz, az mindent örökségül kap. Annak Istene leszek, és ő fiam lesz nekem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az élő Istent szomjazza lelkem. Az élő Istent szomjazza lelkem. Mint szarvas gím, ha forrás vízre, úgy sóvárog a lelkem hozzád, Istenem. Az élő Istent szomjazza lelkem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy megjelenjek színe előtt? Az élő Istent szomjazza lelkem. Hogyan vonultam be a csodás hajlékba az Isten házáig, miközben újongott és énekelt az ünneplő sokaság? Az élő Isten legyen veletek, és ha te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Atomfizikusok igen gyakran mondják, hogy az anyagvilág nem apró kicsi részecskékhez hasonlít, hanem az energiának gyönyörű matematikai harmóniák szerinti rezgése leginkább dallamhoz hasonlít. Az univerzum végtelen gyönyörű dallamok özöne. Ez a világ szeretetből lett. A Teremtő Isten végtelen élet áradásából és szépségéből, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Meghalljuk ezt a dallamot. Megtanuljuk egyre tisztábban énekelni. Egy elbeszélés szerint egy kisfiú szívében egyszer megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Olyan volt, mint az első tavaszi kék égbolt, mint a hegyi patakok csobogása. Ahogyan a kisfiú meghallotta, azt mondta: annyira gyönyörű,
elviszem az Úristenhez, odaadom neki. És valóban el is ment, letette a dallamot a mennyei atya lábai elé. Az Úristen meghallgatta, és azt mondta, valóban gyönyörű. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. És megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Az ember növekedett, változott, és a dallam is változott a szívében. Érzésekkel, mélységgel telt meg. Ahogyan meghallotta, azt gondolta, készen van, és elvitte megint az Úristen elé. Az Úristen megint nagyon nagy örömmel hallotta, de azt mondta, valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Néha úgy érezte, nem bírja tovább. Úgy érezte, elveszíti a hitét. De aztán lassan úrrá lett a szenvedésen, diadalmaskodott rajta, és közben a dallam is változott a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Ahogy a meghallotta, elvitte az Úristenhez, azt mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. Az Úristen azonban azt mondta, van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. És ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre szellemibb lett, egyre áttetszőbb. Ahogy az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Az élet sokszor nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre lépjünk, néha nagyon fájdalmas utakon kell végigmennünk. Balázs Fecó ezt a dallamot hallotta, érezte és zengte. A szeretet dallamait. Szívéből jöttek a dallamok. És ezért tudott annyi szívet megérinteni. Ha színpadon volt, 100%-osan izzott, mindent át akart adni. Kicsi gyerekként indult el ebbe az irányba az útja. 4 éves volt, amikor az édesanyját elveszítette. Talán ezért is jött annyira mélyből az a dal, ahogy így énekelt, anyám, anyám, ébredj! És vigasztalj engem. Olsd el a tüzet égő lelkemben. Anyám, anyám, ébredj, vigyél magaddal. A 9. kerületi házban, ahol laktak, minden vasárnap jöttek vándormuzsikusok. Nagyon tetszett neki ez a sok-sok dallam, édesapja észrevette, vett neki egy tangóharmonikát. Ő elkezdte hallás után megtanulni a dallamokat, játszogatni őket. Egyszer aztán nem jöttek a muzsikusok. Ő hirtelen gondolt egyet, és kiállt a gangra, elkezdett játszani. Végén záporoztak az apró pénzek, ez volt az élete első nagy zenei sikere. Egyenes út vitt innen, Bakács téri zenei tagozatra. Hamarosan az ottani kicsi kórusnak zongora kísérője lett, és lassan megszületett ez a döbbenetesen nagy tehetség. Kárpát-medence szerte emberek 10 000-ei, 100 000-ei szerették meg őt rajongva.
a szeretet dallamait énekelte, a szabadság dallamait. 81-ben így szólt ez az erős mondat, amin akkor sokszor a kulturpolitika vezetői meg is rettentek, ahogyan hallották. Ha nem lennék szabad, élni sem tudnék. A lélek, a hit, a remény dallamait énekelte. Az élete utolsó 13 napját egyedül töltötte el. De nem volt mégsem egyedül. A Teremtő Isten, aki alkotta, megálmodta őt, aki érte is meghalt a kereszten, fogta a kezét. Az angyal, a mennyei atya gyöngéden karjaiba zárta. És úgy gondolom, hogy a szíve mélyén megszülethetett az a néhány mondat, ami minden haldoklónak a szívében elkezd születni és elhangzani. Ő is valami ehhez hasonlót mondhatott. Köszönöm neked, Uram, az életemet. Köszönöm, hogy vendéged lehettem ebben a gyönyörű világban, hogy rám is ragyogott a te napod. Köszönöm, hogy megsejthettem, hallhattam a te harmóniádat, és megszólaltathattam. Köszönöm a gyermekkoromat, édesanyám szeretetét, az álmokat, a játékot. Köszönöm a fiatalságot, az egészséget. Az, hogy valaki nekem is kimondta, szeretlek, s végtelenbe tágult ki a lelkem. Köszönöm, akiket szerethettem, szolgálhattam. Bocsásd meg, ha nem voltam mindig elég nagy lelkű a szeretetben. Most neked adom ezt az életet. Egyedül neked van arra hatalmad, hogy ami benned töredékes maradt, az beteljesítsd, a sebeket begyógyítsd. A Teremtő Isten meghatott kézzel veszi kezébe egy-egy befejezett emberi életnek a kincsét, és átformálja, ahogyan a régi keresztények mondták, a halál mennyei születésnap. Isten kezei között új élet születik. Volt egy amerikai kisfiú, aki nagyon szeretett baseballozni, nem volt túl ügyes, de volt a kisfiúban valami különlegesség, nagyon szerette az édesapját. És apja gyakran el is jött az edzések vége felé. Ilyenkor a kisfiú mindent ott hagyott. Rohant az apjához, átölelte. Lehetett látni, hogy egészen különleges kapocs van apa és fia között. Aztán a kisfiú édesapja meghalt. Az edző meg is ijedt, hogy fog ez a gyermek tovább élni. Sokáig a kisfiú nem jött edzésekre, de aztán egyszer újra beállított. És edzés végén oda ment az edzőhöz, azt mondta neki, szombaton nagy meccsünk lesz, állítson be engem a kezdőcsapatba. Az edző nem szívesen, mert a kisfiú nem játszott jól, de végül is megengedte. Szombaton a kisgyerek valóban ott állt a kezdőcsapatban, és úgy játszott, mintha kicserélték volna. Minden ütése pontos volt, úgy futott, hogy senki a nyomába nem ért. Az edzőnek eszébe nem jutott volna, hogy lecserélje. Meccs végén odafutott hozzá, megkérdezte tőle, mi történt veled? Soha életedben még így nem játszottál. Mire a kisfiú azt mondta, tudja, az édesapám miatt történt. Nem tudom, észrevette, az édesapám teljesen vak volt. Ez volt az első meccsem, amit láthatott. Őneki játszottam. Ha tudjuk ezt, hogy van valaki, aki végtelen szeretettel nézi az életünket, aki hazavár, aki a tenyerén tartja a világot, az életünk játékát felszabadultabban játsszuk.
az életünk dalait, akkor szívből énekeljük. Hálát adunk Fecó életért, és azzal a bizalommal imádkozunk érte, amelyre Jézus tanította a világot, amikor azt mondta, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Testvéreim, járuljunk bizalommal irgalmas Istenünk elé, és kérjük, hallgassa meg kéréseinket. Légy, Urunk, irgalmas bírája, elhunyt Ferenc testvérünknek. Bocsásd meg minden bűnét, és add meg neki az üdvösséget. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a bűnösöket a megtérésre, hogy minden ember újjászülethessék a te szeretetedben. Kérünk téged, hallgass meg. Óvj meg bennünket a készületlen haláltól, add, hogy mindenkor a te utaidon járjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vigasztald meg, Urunk, az itt maradottakat, ne engedd, hogy a reménytelenség vegyen erőt rajtunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas üdvözítő Istenünk, ne vétkeinket nézd, de kérünk, újíts meg mindannyiunkat egyházat hitében, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, könyörgő szívvel ajánljuk fel áldozatunkat, gyermeked Ferenc üdvösségért. Kérünk, hogy aki hittel vallotta Szent Fiadat kegyes megváltójának, irgalmas bírájára találjon benne, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mi méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által,
A boldog főtámadás reménye, benne ragyogott fönnékünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. És ezért mi is, miként az angyalok és főhangyalok, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ferenc szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában,
részesüljön fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most imádkozzuk együtt elhunyt testvérünkért azt a legszentebb imádságot, amire maga Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Ne fájjon a lelkem, ne fájjon a testem, legyen ki fölemel, amikor elestem. Amit méznek érzek, epévé ne váljék, kövessen a béke, mint jóságos árnyék. S ha majd jő a halál, szóljon hozzám szépen, s ne a hátán vigyen, hanem az ölében. Urunk Istenünk, szent fiad az oltári szentségben saját testét adta nekünk útra valóul. Add kegyelmedet, hogy által a testvérünk Ferenc eljusson szent fiad örök asztalához, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, s legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, s adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Hallgassák meg Linka Sándor versét, amelyet erre a napra írt. Tisztelt gyászolók! Szomorúan állok itt a Kálvária dombon önökkel együtt, Balázs Ferencre emlékezve. Linka Sándor vagyok, valamikori sitkei lakos. Fecó földi maradványait ezekben az órákban helyezik végső nyughelyére Budapesten. Mi pedig itt és most szellemiségétől búcsúzunk el nehéz szívvel. Kiváló zenész volt, önzetlen, jó szándékú, aki zenész társaival együtt igen nagy segítséget nyújtott az omladozó Kálvária felújításához. Évtizedeken keresztül minden év augusztusában, kivétel az idejesztendő, szólt a zene, s lám, büszkén áll a Kálvária. Sajnálatos, hogy közelgő 70 éves születésnapját nem érhette meg. Minden bizonnyal voltak tervei e nevezetes évfordulóhoz itt, Sitkén is. A község vezetése gondoskodni fog méltó megünnepléséről, melynek remélhetőleg mi is részesei lehetünk. Balázs Feri elment, de zenéje, dalai, szellemisége megmaradt bizonyára hosszú időkig.
halálhíre elszomorított. Férfiasan bevallom, jó pár könycsepp lepergett az arcomon, s rögvest verset kezdtem írni emlékezetére. A Kulturális Egyesület biztatására szeretném önöknek elmondani. Hallgassák meg szeretettel úgy, ahogy én is írtam. Címe: Búcsúzom. A zene volt az én szép szerelmem. Vége lett sajnos, el kellett mennem. Új hazám lett a csillagos égbolt, beteg földi világból elég volt. Hagytam rátok szépséges dalokat, tudorásszátok néha azokat. Legyen rá ünnepies alkalom, az égben én örömmel hallgatom. Örültem, hogyha sitkén lehettem. Népeit biz nagyon megszerettem. Közös művünk lett a Kálvária, zengjen minden évben az ária. Zenésztársak, önzők ne legyetek, hívószóra szívesen jöjjetek. Sok ezer ember majd büszkén mondja, újra megtelt a Kálvária dombja. Emlékezzetek rám egy-egy dallal, örömmel, józanul, tiszta hanggal. Én itt az égben figyelek rátok, üzenem, sitkét cserbe ne hagyjátok. Köszönöm türelmüket. Hogy fájna majd, ha nem volnám. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom, miért hagytak el, de téged most már féltelek, szeress úgy, hogy jó legyen, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzá, ne hagyd el. Én lennék, ne engedj el, változnak az éjszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzá, ne hagyd el, ha én lennék, ne engedj el. Próbáltam másokkal, máshogyan, egyik is, másik is.